A balmazújvárosi általános iskolákban lázas munka folyik, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára minden köznevelési és közoktatási intézménynek kiküldte a 2020-2021-es tanévre vonatkozó intézkedési tervet. Ennek megfelelően minden tagintézményben elindult az alapos fertőtlenítés az előírásoknak megfelelően. Megérkeztek a tájékoztatók, a kollégákat, munkatársainkat is megismertettük ennek pontjaival, és egy saját járványügyi protokollt dolgozunk ki ennek megfelelően, a kidolgozás folyamatban van, amit természetesen a szülőkkel is meg fogunk ismertetni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy szeptember 1-től egy biztonságos környezetben fogadhassuk a gyerekeket. Hát most folynak a fertőtlenítési munkálatok, a felületfertőtlenítések, a tantermek rendbetétele, festéseken vagyunk túl, illetve a kollégák 24-e óta lázasan dekorálnak, hogy olyan osztálytermi közösségben fogadják a gyerekeket, amelyek megfelelőek lesznek a tanévkezdéshez. A tankönyvek időben beérkeztek, így az iskola kezdéskor minden általános iskolai tanuló kézhez veheti a maga tankönyvcsomagját. Augusztus elején megérkeztek a tankönyvek hiánytalanul, és szeptember 1-én az első tanítási napon vehetik át a gyerekek ezeket a tankönyveket. Tanévnyitó ünnepség az idén rendhagyóan lesz megtartva, hiszen csak az első osztályosok és az előadók vehetnek részt rajta, a nagyobbak online követhetik azt. Készülünk a tanévnyitó ünnepségre is, igaz, hogy a megszokott keretektől eltekintve egy picit más módon ünnepeljük a tanév kezdését. Kizárólag az első osztályos tanulók vesznek részt a tanévnyitó ünnepségen, illetve a negyedik osztályosok, akik a műsort biztosítják, és a szülők közül is csak az első osztályosok kísérhetik el a gyermekeiket. A többieknek első órában interneten keresztül közvetítjük a tanévnyitó ünnepséget az udvarról. Mivel minden tagintézménynek saját protokollt kell kialakítania, a Balmazújvárosi Általános Iskola dolgozói a héten összeállítják a legfontosabb tudnivalókat. A héten megtartottuk az alakuló értekezletünket, a holnapi nap folyamán lesz a tanévnyitó értekezletünk, nagy intézményi szinten kollégákkal egyeztetve, egy megfelelő intézkedési tervet kidolgozva a szülőket is fogjuk erről tájékoztatni a hét folyamán. Tehát péntekkel bezárólag a honlapunkon kint lesznek a tájékoztatók, illetve az osztályfőnökök is fölveszik a kapcsolatot a szülőkkel. Az intézmények látogatásával kapcsolatban az intézkedési terv előírja, hogy az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek mehet, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben egy gyermek beteg és otthonában a COVID-19-re jellemző tüneteket produkálja, úgy a szülő gondoskodik az orvosi vizsgálatról, majd köteles értesíteni az intézményt az eredményről, amennyiben az eredmény pozitivitást mutat. Amennyiben az iskolában a pedagógusok észlelik, hogy beteg egy tanuló, úgy a pedagógus jelzi ezt a szülő felé, majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje szerint gondoskodnak a vizsgálatról. Az intézkedési terv alapján ez a szülő felelőssége, hogy teljesen egészséges gyermeket engedjen az intézménybe, de természetesen reggelente a lázméréssel és a kézfertőtlenítéssel mi is élni fogunk. Illetve nyilván, ha napközben történik valakivel valamilyen probléma, a szülő és az egészségügyi szolgálat értesítése azonnali kötelességünk lesz. Elsősorban nekem a fenntartó és működtető felé, a Hajdúböszörményi tankerület felé kell bejelentési kötelezettséggel élni, és innentől kezdve aztán nyilván a tankerület tovább viszi a történetet. Az intézkedési terv világosan kimondja, hogy amennyiben gyermeknél vagy intézményi dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, az adott szemét haladéktalanul el kell különíteni, és az iskola egészségügyi orvost kell értesíteni, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Amennyiben a fertőzés beigazolódik, a gyermeknek otthon kell maradnia, egészen addig nem látogathatja az intézményt, ameddig meg nem kapja az orvosi igazolást arról, hogy egészséges és közösségbe mehet. A nevelő testületek ezen a héten, ezekben a napokban dolgozzák ki a saját intézményeikre vonatkozó egyéni protokollt, melyről minden szülőt időben értesíteni kell. Amennyiben szükséges, az iskoláknak fel kell készülniük a munkarend átalakítására. A más munkarendre való átállásról az EMMI és a Népegészségügyi Központ vizsgálatát követően az operatív törzs dönthet.
A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. Az intézmények vezetőit a köznevelésért felelős helyettes államtitkár arra kéri, hogy csakis hiteles forrásokból tájékozódjanak, és az iskolai közösséghez tartozók figyelmét is erre kell felhívni. Az, hogy egy esetleges megbetegedést követően a balmazújvárosi lakosok megtudják, hogy pontosan mely intézetben, konkrétan mely osztályban tanuló, mely gyermek hordozza a vírust, a betegjogok tiszteletben tartása miatt hivatalos úton ezt az információt megosztani nem lehetséges. A kamerákon kívül Nádasdiné Kerekes Erzsébet elmondta, hogy a Hajdúböszörményi Tankerület mindenben támogatja a hozzátartozó balmazújvárosi intézményeket, minden segítséget megadnak ahhoz, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések mellett a higiéniai eszközök biztosításával a lehető legnyugodtabban indulhasson el intézményeikben a 2020-2021-es tanév.